Koncz Tibor esperessel, a Karcagi Nagykun Református Egyházközség elnökével beszélgettünk arról, hogyan is áll a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola Talentum óvodájának munkálatai a Püspökladányi úton. Mint megtudtuk, eredetileg csak egy kis átépítést terveztek, de a munkák közben kiderült, majdnem, hogy minden a nulláról épül, csak a falak maradnak. Ott sem biztos, hogy minden úgy marad. Eredetileg úgy gondolkodtunk, hát nyilván aztán mindig menet közben szoktak kiderülni a titkok, meg a rejtélyek úgy szoktak megoldódni, hogy hát egy kis átépítés lesz, de ez nem kis átépítés, hanem alapjaiból egy ilyen új építés lesz. Azt látják a kedves televíziót most nézők és arra járók, hogy irgalmatlan munkával, majdnem, hogy mindent nulláról, csak a falak maradnak, és a falaknál sem biztos, hogy meg fog minden maradni. Tehát egy ilyen jellegű, ilyen nagyságrendű átépítésről van szó, és meggyőződésem, hogy akik emlékeznek, ezt már elmondtam, de nem véletlenül, akik emlékeznek arra, hogy hogyan nézett ki belülről az az épület, azok most nagyon meg fognak lepődni, mert teljesen új szisztémát fognak látni. Három óvodai csoporttal indulnak, eredetileg felmenő rendszerben akartak kezdeni, de olyan nagy volt az igény, és mivel minden adott volt, így egy komplett óvodával indulnak. Igen, három csoport, gondolkodtunk rajta, hogy esetlegesen felmenő rendszerben kezdjük el, de aztán olyan nagy volt az igény, hogy rájöttünk arra, hogy megvan a megfelelő gyereklétszám, megvan a szülői támogatás, megvannak az óvodapedagógusok, megvannak a lajkanénik, tehát minden adott ahhoz, hogy egy komplett óvodával induljunk. Lehet, hogy ideálisabb lett volna szakmai szempontból esetlegesen alulról építkezni, de figyelembe kell venni azt, hogy azért elég nagy iskola rendszerünk van, és a nagyon-nagyon sok gyerek és nagyon sok család kötődik hozzánk, mi ezt nagyon köszönjük, meg örülünk neki, és ő számukra pedig mindenképpen ezt a feltételt biztosítani kellett. Augusztus közepére az építkezést olyan szintre kell hozni, hogy magát az engedélyeztetést abszolválni lehessen, mondta Koncz Tibor. Mindig úgy kell számolni, hogy a magának az engedélyeztetési eljárásnak egy olyan 30 napot körülbelül kell szánni. Természetesen ez egy utopisztikus dolog lenne, hogy 30 nap visszafelé számolva szeptember 1-től az úgy reális lenne, hogy augusztus 1-ére készen lennénk. Természetesen magát az eljárást el kell indítani, de úgy gondolom, hogy augusztus közepére olyan állapotban kell lenni, hogy magát az engedélyeztetést azt abszolválni lehessen. Természetesen mindig lesznek utómunkálatok, mindig találunk valamit, és vannak olyan dolgok, amelyeket nem is vállaltunk az elejétől. Kivitelezőnek a megbízásában, megbízatásában benne sincs, de úgy gondoljuk, hogy szükséges, ezért elképzelhető, hogy úgy, ahogy van szeptember 1-ére, az óvodának olyan állapotban kell lenni, hogy az működőképes legyen, viszont azokat az extrákat, amiket többnyire ilyen szépészeti, meg ilyen rendkívüli dolgok, hogy azokat pedig már a működés ideje alatt, vagy délutánonként, vagy pedig hétvégenként tesszük hozzá. Ezek apró dolgok, de úgy gondoljuk, hogy így teljes egy óvoda. Mi is ugye nyilván szétnéztünk, mi is láttunk új ötleteket, és ez a kivitelezési szerződésben nem volt benne. De nem is akarjuk ráterhelni a kivitelezőre, hanem megvárjuk, még megtörténik a műszaki átadás, beköltözzük az épületet, ugye nyilván itt az alsó szintről beszélek, a felső szintet semmiképpen nem akarjuk használni egyelőre, annak más lenne a funkciója, és akkor utána pedig, ami még adhok eszünkbe jut, azt fogjuk megcsinálni. A Calvin 5-ös épület előtt is előre haladtak a munkákkal. A felújítás, átalakítás több lépcsőfokos. Az épületen a nyilászárókat kicserélték, a belső térben is van átalakítás. Később pedig elképzelhető, hogy ott lesz egy bővítés, melynek most van a tervezési időszaka.